szépen megvetve az ágy ebben a szállodai szobában. Sok maradt üresen az elmúlt hónapokban, miután a teljes turisztikai szektort lenullázta a koronavírus járvány. Egészen márciusig jó évnek tűnt az idei az ágazatban, akkor azonban elkezdődtek a gondok. A hónap közepére 100%-ra nőtt a visszaesés mértéke, és a többi tavaszi hónapban sem javult a helyzet. Erre júniusig kellett várni, amikor is a tavalyi év bázisának 35-40%-át érték el a foglalások, a július 80 az augusztus pedig már 100-130%-ot ért el, vagyis ekkorra rendeződtek vissza teljesen a dolgok. A második hullám érkezésével ősszel azonban újra lejtőre került a hazai turizmus. Szeptember az előző évi bázishoz, illetve hát az augusztushoz képest is 50%-ot tudott, az október az még további 10-15% áhullást mutat egyenlőre, a novembert, illetve a decembert pedig még nem látjuk. Azt lehet látni, hogy az előfoglalások mértéke az megmaradt, de ahogy közeledünk ezekhez az időpontokhoz, egyre több a visszamondás akár a rendezvényeknek, akár az előfoglalásoknak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy amit akkor is mondtam, hogy áprilisban, hogy a nyarunk az nagyon-nagyon jónak mondható, de hát a fekete leves a második hullám miatt, a fekete leves, illetve a java az még csak most jön. Ennek ellenére a szakember úgy fogalmazott 35 perc című műsorunkban, hogy még mindig azt lehet mondani, hogy jól teljesít a belföldi turizmus, kivéve Budapestet, ahol drasztikus a helyzet. A fővárosban jelenleg mindössze 3-5%-os foglaltsággal készülnek a szállodák a következő idénre. Nívósabb éttermek maradtak zárva, a külföldi turisták hiánya pedig még jobban érezteti hatását, mint vidéken. A vendéglátásban közben mások mellett nagyobb távolságtartással, helyes készhigiénével és korábban nem használt, például ózongenerátoros fertőtlenítéssel próbálják megelőzni a vírus terjedését, és ezt a célt szolgálja az a kormányzati szigorítás is, amely értelmében este 11 és reggel 6 óra között kötelezően zárva kell tartaniuk a vendéglátó és szórakozó helyeknek. Ennek kapcsán ugyan felmerültek értelmezési problémák, mely helyekre vonatkozik és melyekre nem, valamint többen próbálják is kijátszani a szabályokat. Krivács András ugyanakkor mindenkit arra kér az ágazatban dolgozók közül, tartsák és tartassák be a rendelkezéseket. Saját magunkkal csapjuk be és húzzuk el azt a védekezési időt, amelyet le kellene nullázni most már minél hamarabb, és a magyar gazdaság még egy teljes zárást biztos, hogy nem fog kibírni, legalábbis a mi gondolataink, illetve méréseink alapján, és nekünk is minél hosszabb ez az elnyújtott időszak, amelyet félig zárva, félig nyitva bizonyos rendelkezések mellett kell véghez vinnünk, annál nehezebb lesz a felépülés ebből az egészből, és itt azért megjegyzem, hogy ez egy teljesen más típusú válság, mint egy pénzügyi válság, ami volt 2008-9-10-ben, amely elérte a vendéglátást is. Itt hosszú lesz az időszak, a legjobb, a legoptimistább becslések szerint 2022 ősze a vidéknek a helyreállása. Budapesté pedig ettől sokkal hosszabb ideig tarthat. Lesz tehát honnan talpra állni a hazai turizmusnak, az azonban már most látszik, hogy a vírus keresztül húzta a 2030-ig tervezett turizmusfejlesztési stratégia számításait. Szeretnék ugyanakkor, ha a tervezett mutatókat sikerül elérni, ennek érdekében a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a szakmai szervezetekkel közösen sok mindent át kell gondolnia a közeljövőben.